Ebben a bonyhádi üzletben is úgy döntöttek, hogy szeretnék kihasználni a megújult szakképzési rendszer adta lehetőségeket, amely többek között hozzájárul a vállalkozások munkavállalóinak továbbképzéséhez. Szabó Zoltán több boltot is üzemeltet a városban. A cégvezető szerint az oktatásnak köszönhetően a dolgozók sokkal képzettebbek, rátermettebbek, továbbá szélesebb látókörrel rendelkezhetnek majd. Tavaly ilyenkor már tanácsival egy vállalkozó elkezdte ezt a képzési formát, és annak a sikerein felbuzdulva Bonyhádon is elkezdenénk ezt a képzést. Alapvetőleg három helyszínen, 21 dolgozóból 12 dolgozó vállalta azt, hogy ebben részt vesz, aminek az előnye az lenne egyértelműen, hogy egy minőségebbi munkát tudnának végezni az által a dolgozók. A másik szükségesség pedig az volt ebben, hogy nem volt mindenkinek megfelelő végzettsége, és ebben a felgyorsult világban tudva levő az, hogy a magasabb kiszolgálás az a közös érdek, tehát mind a vevőnek, mind a vállalkozónak is az érdeke. A cégünket ez nagyban segíti az állam által nyújtott adókedvezmény, ami megkönnyíti nekünk az anyagi tehervállalást, ami nagyon fontos a mai világban. A cégvezető elmondása szerint a dolgozók heti 22 órában vesznek részt a kereskedelmi értékesítő képzésen. A dolgozóink összetétele sokrétű, mindenki nem rendelkezik kereskedelmi végzettséggel, és ezért igazán fontosnak érzik sokan azt, hogy ezt a tanfolyamot elvégezzék. Ez egy másfél éves képzés, amely a Bonyhádi Perczemor Szakképzőiskola aktív segítségével jön létre. Szabó Zoltán hozzátette, hogy a munkavállalók szívesen vesznek részt a számukra teljesen ingyenes oktatáson. Nyugodtan mondhatom, hogy örömmel vállalták, szinte alig volt olyan dolgozó, aki tiltakozott volna, mert ők is érzik ennek fontosságát és szükségességét. Egy komoly papírt ad, amivel az életben utána tovább, ha tovább lépnének tőlünk, akkor is tudnak szépen boldogulni.